Ilyenkor át szoktuk mostani a sebet lefertőtlenítsük, és eltávolítsuk az E6 részeket a bőrről, bőrhangról. Ő itt Pacsi, akit a környékben fogtak be a menhely munkatársai. A kutya nyakán 4 hetes kezelés után még mindig látszik, ahogy a nyakörve a húsáig hatoló sérülést okozott neki. Az állatvédők nagyon gyakran találkoznak Pacsihoz hasonló elhagyott, megkínzott állatokkal. Hogy megállítsák ezt a folyamatot, azért szerveznek rendszeresen prevenciós programokat. A keddi előadásra a Táncsics iskola hetedikeseit várták, akik Pacsival és Sors társaikkal is megismerkedhettek. Elhagyják, vagy szándékosan kidobnak egy állatot, ez igenis az állatkínzás kategóriába tartozik, ahogy az is, ha mondjuk egy autóba bezárva hagynak egy állatot, vagy éppen amikor mondjuk van egy katasztrófa helyzet, és nem gondoskodnak arra, hogy az állatok időben el tudjanak onnan menekülni. Ugye volt ilyenre példa, amikor mondjuk egy árvízes eset van, és ott maradnak kikötve az állatok, akiknek esélyük nincs kiszabadulni. Az előadás a gyerekekre óriási hatást gyakorolt. Blankának már van egy örökbefogadott kutyája, aki 7 évvel ezelőtt szegődött hozzájuk. Azóta a 7. lánynak ő az egyik legjobb barátja. Elképzelhetetlennek tartja, hogy bármikor is bántsa őt. Én nagyon sajnálom ezeket a kutyusokat, és mindegyiket hazavinném legszívesebben. Ha valaki állatkínzást tapasztal, az első körben a település jegyzőjénél kell, hogy bejelentést tegyen. A polgármesteri hivatal ugyanis az elsőfokú állatvédelmi hatóság.